A nyíregyházi Kálai gyűjtemény épületében tartott előadást a honvédelmi és haderőfejlesztési program elért eredményeiről és célkitűzéseiről Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárcavezetőt Szabó Tünde és Vinnai Győző országgyűlési képviselők is fogadták. A miniszter előadásában, valamint a sajtó kérdéseire is válaszolva elmondta, a program fejlesztései és beszerzései azt a célt szolgálják, hogy Magyarország képes legyen megvédeni magát, megőrizni függetlenségét és szabadságát a jelenben és a jövőben is. Van egy honvédelmi program ebben a fejlesztésben, amely magáról a katonáról, a katonát körülvevő világról szól, a honvédség és a társadalom kapcsolatáról szól, a hazafias honvédelmi nevelést foglalja magába, mindaz, amely biztosítja azt, hogy a jövőben még több katona álljon majd rendelkezésünkre, elhivatott, elkötelezett katona. Ennek a haderőfejlesztési része pedig a technikai eszközök beszerzéséről, hadrendbeállításáról, a kutatásról, a fejlesztésről, az innovációról szól, és hát a magyar hadipar megteremtéséről. Tehát ezek azok a fő célkitűzések, amelyek motiválnak minket. A tárcavezető az előadásában és a sajtó kérdéseire válaszolva is hangsúlyozta, a honvédelmi és hazafias nevelés ügye kulcsfontosságú a fiatalok megszólításában. Nagyon fontos az, hogy érezzék a fiatalok, hogy a magyar honvédségnél megtalálnak minden lehetőséget. A legkorszerűbb, legmodernebb technikai eszközök, a 21. századbeli technikai eszközök, eljárások és módszerek és a kutatás és a fejlesztés lehetősége. Ez azt mutatja, hogy megindult egy bizonyos vonzalom a katonai pálya iránt. Ez pedig azt is eredményezi, hogy ha van vonzalom, akkor a jobbak, egyre jobbak lesznek, mondjam úgy, a jelentkezők, akik a honvédelem ügyét választják. Ehhez természetesen a kiképzés, az oktatás, a felkészítés rendszerét is hozzá kell igazítani. Előadása végén a tárcavezető megtekintette a Kálai gyűjteményben a Székely Nemzeti Múzeum vándorkiállítását.